Oh, no.
Kedves közönségünk, gálaestünk végén szeretném a táncosok köszönetét tolmácsolni önöknek. Köszönik a szülők támogatását, hogy biztosítják a gyermekek mindenkori részvételét a próbákon, az előadásokon, és közreműködnek az együttes háttérmunkáiban. Köszönetet mondanak támogatóiknak is, Makóváros önkormányzatának, a Nemzeti Kulturális Alapnak, az Art Előadó Művészeti Nonprofit Kft.-nek, a Continental Makói Gyáregységének, a Duokor Ipari BT.-nek, a Walker Kft.-nek, a Zsivodánnak, a Kocsis Virágüzletnek, a Hagymaháznak. Köszönik Szilágyi Lajos és felesége, valamint Kis János vállalkozónak és munkatársainak, akik egész évben segítséget nyújtottak a működéshez és a fellépésekhez. Külön köszönik a közreműködést a mai estén Kallai Takács Éva aranypávadíjas népdalénekesnek, a magyar kultúra apródjának. Évi egyébként a Sándorfalvi Művészeti Iskola népi ének és citera szakának tanára. Szeretnénk köszönetet mondani a Bara zenekarnak, és a zenekar tagjait most név szerint is szeretném bemutatni. Pál Éva, hegedű ének. Pál Balázs, nagybőgő tekerőland. Varga Gábor, brácsa, dob. Nagy Dóra, hegedű, klarinét. Enyedi Tamás, cimbalom. És Hargitai Gergely, harmonika. A prózai részekben közreműködött Gilinger Bográrka. És hangfelvételről Bestin Anita. A mai este programjának összeállításáért pedig a nézők és a közreműködők nevében is szeretnék köszönetet mondani a Kévet Tánc Együttesnek Ráckevéről, a Forgatós Tánc Együttesnek Makóról és a tánckarvezető Dékány Sándornak, a művészeti vezető asszisztensének dr. Bagaméri Andreának, és a rendező koreográfusnak dr. Lászlónak, aki a népművészet ifjú mestere. És Makóváros emlékérme kitüntetettje. Megkérem a műsor két díszvendégét, Koltai Gábor és Kakukk Pál urakat, hogy fáradjanak a színpadra, az együttes szeretném megköszönni, hogy jelenlétükkel megtisztelték az adventi műsort.